Nagyon fontos dolog, hogy a meglévő történelmi épületállományt ne változtassák folyamatosan. Most ez az aktuális probléma, már olyan 20-30 éve, ami kicsit aggasztó, mert sose tudjuk, mit hoz a holnap. A törvényileg mintha minden nagyon szépen szabályozva lenne. Tehát nincs gond, törvényben nálunk nincs semmi gond, az állam vállalja a közösséget a műemlékállománynak a megőrzésére, csak hát nem tesz semmit ezért, hogy ez valójában meg is legyen. És ilyen helyi véletlenszerű vagy tervszerű rombolásokért azért nem láttam sehol se, hogy valakit így ilyen felelősségre vonjanak. Hát egy nagyon jeles példa a koronaszállónak a teljesen lerombolása, amelyik a szemünk láttára történt is. Hát mindenki látta, és valamiért mindenki elhitte, hogy az nagyon szép és jó lesz a vége. Én nem hittem az elejétől kezdve, mert hát eleve nem úgy kezdték el. Tehát nem volt meg a történelmi kutatás, nem volt meg a meglévő épületnek a felmérése, elkezdődött az épület részeknek a lebontása, minden engedély nélkül, olyan ígéretekkel, hogy majd meglátjátok, milyen szép lesz, hát most meg lehet látni, hogy milyen szép, hát semmilyen szép. Na de ez a sor sajnos nem az egyedüli példa, több-több példát is fel lehetne hozni, de nem szeretném, hogy ilyen negatív színbe mutassuk be a városnak a helyzetét. Az érdeklődés azért fokozódott. Tehát mondjuk ilyen 20-30 év távlatából a mostani, tehát a lakosoknak, Ungvár lakosainak a reagálása már sokkal erőteljesebb. Tehát kisebb épületek vagy épületrészeknek a megváltoztatása, ez azért ilyen kisebb viharokat szokott kelteni. Többnyire ezek a viharok aztán lecsillapodnak, és nem lesz belőle semmi, de azért vannak pozitív példák is. Hát az egyik pozitív példa végül is a mögöttünk lévő Gizella ház, amit többé-kevésbé elég helyesen helyrehoztak, még az ablakokat is úgy készítették el a régi minták szerint, ha mondjuk vannak azért jó dolgok is. De még rengeteg dolgok van a műemlékvédőknek, vagy az egyszerűen civil szervezeteknek, hogy azért tartsák a frontot is.